Köszöntöm Önöket, a Pécs TV szerda esti híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Banki csalás, unokázás, adatlopás, fórumot rendezett a rendőrség az idősekre leselkedő veszélyekről. Megnőtt a virágárusok forgalma a temetőnél, a tartóság és az időjárás is befolyásolja a keresletet. Zenés utazás a lélek világába, tibeti torokénekes koncertet tartottak az Apácai Művelődési Házban. Az idősekre leselkedő veszélyekről, az őket fenyegető bűncselekményekről és azok megelőzési lehetőségeiről hallhattak előadást mindazok, akik részt vettek az Uránvárosi Nyugdíjas Klub találkozóján kedden. Az esemény alkalmat adott a témával kapcsolatos észrevételek, kérdések megfogalmazására is. Egy váratlan hívás egy banki ügyintézőtől, esetleg egy bajba jutott unoka segélykérő telefonja. Ilyen és ehhez hasonló változatos módszerekkel élnek azok az elkövetők, akik pénzt akarnak kicsalni áldozatuktól. A szépkorúak gyakran célpontjai lehetnek különböző bűncselekményeknek. Mivel közülük sokan egyedül élnek és könnyebben manipulálhatók, ezért ők még nagyobb veszélyben vannak. A pécsi rendőrkapitányság számos módon igyekszik hozzájárulni az idősek védelméhez és biztonságához, ezért a hatóság rendszeresen szervez előadásokat, fórumokat. A legtöbb bűncselekményt jelenleg az interneten követik el, illetve vagy annak felhasználásával, és a megelőzés lenne a legfontosabb. Ugye a pécsi rendőrkapitányságnak van egy hosszú évek óta folyó programja, amit úgy hívnak, hogy Ezüst évek biztonságban, és ennek a programnak is az lenne a célja, hogy minél több idős emberhez eljussunk, idős klubokba, szervezetekhez, és tájékoztassuk őket. A rendőrtörzsőrmestertől az iránt is érdeklődtünk, mostanában milyen bűncselekmény típusokkal találkoznak a leggyakrabban. Elmondta, hogy a telefonos és internetes módszerek mellett sajnos újra teret hódítottak az unokázós csalások. Az idősek biztonsága érdekében mindig hangsúlyozzák, hogy személyes adatokat telefonon vagy e-mailben ne adjanak ki, és ne engedjenek be idegeneket az otthonukba. Ha valaki egy közműszolgáltató vagy vállalat nevében kér bebocsátást, mindig kérjenek tőle igazolványt, gyanús telefonhívás esetén pedig értesítsék a rendőrséget, hogy ellenőrizzék a hívó hitelességét. A pécsi Aquapark projekt lesz az önkormányzat november 5-i közmeghallgatásának központi témája. Még október 21-én indult szavazás a pécs.hu oldalon arról, hogy mi legyen a kiemelt témakör a városi rendezvényen. A határidőig összesen 180 szavazat érkezett be. A voksolók valamivel több mint 56%-a szerette volna, hogy a pécsi vizes beruházás álljon a fórum fókuszában. A Net Zero Cities programra a válaszadók 29%-a, a pécsi minimum első pontjának meghatározására pedig 15% adta le a szavazatát. A közmeghallgatást a pécsi önkormányzat november 5-én kedden 17 órai kezdéssel tartja az Apácai Művelődési Házban. Baranya vármegye díszpolgára címmel tüntették ki Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutatót. Az ünnepi eseményt október 25-én pénteken tartották a Komlói Színház és Hangversenyteremben, ahol több vármegyei kitüntetést is átadtak. Uzsaliné Pécsi Rita az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára, az Organikus Pedagógia Módszertani Központ vezetője és a Katolikus Pedagógia folyóirat felelős szerkesztője, emellett az Organikus Pedagógia Egyesület elnöke, valamint a pécsi Székesegyház Bárdos Kórusának karigazgatója. A díjazottat otthonában kerestük fel, és arról kérdeztük, hogyan fogadta az elismerést. Ez nekem egy különleges öröm volt, mert édesapám pályája kezdetén Komlón is dolgozott, mint fiatal karvezető, tanár, lánglelkű valaki, és Kodály Pünkösdőlőjét énekelték azzal a gyerekkarral, aki még most is tényleg azt lehet mondani, hogy nemzetközi hírű Kodály kórus Komlón, azt ő alapította. Ő velük énekelte a Pünkösdőlőt, és rendőri kísérettel kísérték ki Komlóról 57-ben, és azt mondták neki, hogy pécsi elvtárs vegye tudomásul, hogy se a megyében, se ebben a városban soha többet öntanári tevékenységet nem folytathat. Na most ehhez képest pedagógiai tevékenységért
Baranya megye díszpolgárává válni Komlón, hát ez nekem különleges élmény volt. Már csak pár nap van Minden Szentek és Halottak napjáig, ami azt is jelenti, hogy a hozzátartozók elkezdték beszerezni a sírokra szánt különböző virágokat és koszorúkat. A kínálat etéren továbbra is nagyon változatos, a pécsi köztemető környékén. Stábunk annak járt utána, mit visznek ilyenkor leginkább a vásárlók. Készül a koszorú a virágboltban. A temető környékén ezekben a napokban a szokásosnál is nagyobb a forgalom az árusoknál. A vásárlók sokféle igénnyel érkeznek, de mint azt az egyik kereskedő mondja, döntésüket sok esetben a termék tartósága, illetve az időjárási viszonyok is befolyásolják. Az élőt, mivel jó idő van, előszeretettel választják, de vannak tartós készítmények, azokból is szeretnek, lehetőleg a természetes alapú dolgok, de ugye, mivel a sejemvirágok tartósak, azt is, akinek nincs lehetősége, hogy sűrűbben kilátogat a temetőbe, akkor így ő inkább sejmet választ, de próbálunk élőanyaggal sokat dolgozni. A sejemvirág mellett természetesen még mindig a krizantéma legközkedveltebb, ennek az ára 800 forint körül mozog. A vágott virágok mellett azonban egyre népszerűbbek a növények cserepes változatai, hiszen sokkal tovább maradnak szépek, és az áruk is elég kedvezőnek mondható. A cserepes krizantémok, amik nagyon tartósak, na azt egy nagyon jó árba tudjuk adni, tehát egy ilyen olcsóbb árkategória. Aztán van egy nagyobb, ami kicsit nagyobb tömegű, szép nagy cserepes három szín van akár benne, vagy egy színből. Tehát méretbe próbáltunk ilyet, olyat olcsóbbat, drágábbat, ki miért szeretne. Sokaknak fontos, hogy a díszek a lehető legtovább tartsanak ki, ezért a művirágot és az abból készült koszorúkat választják. Félünk a fagyoktól is, hát az élővirág akkor, hogyha jönnek egy kicsit azért a fagyok, akkor egy-két nap alatt tönkremi. Ezek meg ilyen tartósabbak, tehát évek óta szülők sírjára ilyeneket viszünk, ami hosszabban tart. Mint megtudtuk, a virágok esetén nem mutatkozott jelentős árváltozás ebben az évben a tavalyihoz képest. Kisebb csokrok már 1200 forinttól kaphatók, míg a koszorúk ára átlagosan az alapanyag és a méret tekintetében 3000 és 10000 forint között mozog. A várhatóan megnövekvő temetői forgalomhoz igazodva november 1-én pénteken és november 2-án szombaton az őszi menetrend szabad napokra érvényes kiírása szerint közlekednek az autóbuszok. Mint azt a Tükebusz honlapján írja, a hetes számú járatok ezeken a napokon gyakrabban közlekednek. A vonalon mindkét napon nagy befogadó képességű csuklós autóbuszokkal segítik a sírkertbe látogatók közlekedését. November 3-án vasárnap a munkaszüneti napokra érvényes menetrend lesz érvényben. A hetes járatok ezen a napon is gyakrabban közlekednek majd. Különleges koncertélmény várta a pécsieket kedden este az Apácai Művelődési Házban, ugyanis egy torokénekes előadást hallhatott a közönség, mely során gong és hangtál is kísérője volt a szakrális énektechnikáknak. Tibeti, japán és dél-kelet-ázsiai mantrák és imák ihlette zenei világba kalauzolta a pécsieket Karma Pema Dorje, azaz Ölvedi Gábor torokénekes kedden. A torokének a legarchaikusabb szakrális énekstílusok közé tartozik, és lényege, hogy az előadó egyszerre szólaltatja meg az alaphangot és annak felhangjait. Ölvedi Gábor az est folyamán kizárólag saját szerzeményeivel állt színpadra. Mint mondja, műsorának célja, hogy a zenei élmény mellett egyfajta meditatív állapotba juttassa el a közönséget. Koncert is, meditáció is, bennem a zene és a meditáció az ugyanazt mozgatja meg. A érzékszervekkel tapasztalható és az érzékszervekkel nem tapasztalható világot számomra a zene köti össze a legjobban a művészetek közül, illetve a meditáció terem. Tehát a külső és a belső teret, ez a kettő köti össze, és ezt szeretném megosztani azokkal, akiket érdekel ez, vagy őket is megmozgatja esetleg. Az előadás iránt sokan érdeklődtek, ami az énekes szerint annak is betudható, hogy egyre több ember igényli az elmélyülést, ami némileg kiszakítja őket a hétköznapi valóságból. A világunkat, legalábbis ezt tapasztalom, a világunkat nagyon leuralta a racionalitás, az észszerűség, és valahogy helyre kellene ezt billenteni, ugyanis elbillent ebbe az irányba.
és nem tudjuk tapasztalni anélkül, az időszemlélet nélkül, a hétköznapi időszemlélet nélkül az életünket máshogy, mint ahogy eddig. És ez pont ezt adja ez a fajta zene vagy meditáció, hogy kicsit kiránt bennünket abból az időszemléletből, időérzetből, amiben bele vagyunk ragadva a hétköznapokban, és ami nem engedi, hogy kicsit kinyíljunk a belső terünk, hogy rányújjon a külső térre. A koncert során az ének mellett különleges hangszerek is megszólaltak, mint például a különböző népek ütős hangszerei, az acélnyelves dob vagy a harmónium. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön többfelé marad a ködös, párás idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd. Viszontlátásra!